Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk egy újabb meglepetés unboxinghoz, és ez igazán meglepetés unboxing, hiszen hát tegnap ilyenkor még nem gondoltam, hogy unboxingot fogok fölvenni. Amikor ezt az adást fogjátok látni, gyakorlatilag előtte néhány perccel, órával érkezett meg ez a csomag hozzám, és úgy voltam vele, hogy minél hamarabb be akarom nektek mutatni, hiszen ebben a dobozban, vagy ezekben a dobozokban vannak olyan szettek is, amik majd csak augusztusban fognak megjelenni, úgyhogy hát minél hamarabb be akarom nektek ezeket mutatni, úgyhogy vágjunk is bele. Először is szerintem kezdjük a nagyobb dobozzal, mert abban van a kevésbé meglepő dolog, hiszen ez egy általam vásárolt LEGO rendelés. Tudjátok nagyon jól, az elmúlt másfél hétben azt hiszem volt egy akció a LEGO-iknál, amikor is be lehetett szerezni azt a speckó ajándékot, amit azt hiszem $150 felett adtak, legalábbis ebben a régióban, ahol én vagyok, és hát azt nem akartam kihagyni, ezért hát fogtam a VIP pontjaimat, hiszen rájöttem, hogy ugye amikor még a csatorna kezdődött, legalább másfél évig folyamatosan ugye én szereztem be a LEGO szetteket, és rengeteg VIP pontom gyűlt össze, és hát beváltottam ezeket a VIP pontokat, mondjuk még így is maradt bőven, szóval beváltottam a VIP pontokat, és lényegében ez az egész csomag itt teljesen ingyen érkezett hozzám, hiszen a VIP pontokból futotta erre a csomagra, de hogy miről is beszélek, szerintem nézzük is meg. Ebben először is hát található kis papírka, és nézzük meg, hogy végül is mit rendeltem. Szóval, amiért ezt az egész hajcihőt elkövettem, az ez. Az ajándék készlet. Ugye a 90. évfordulója kijött egy ilyen speckó Forest Hideout készlet is, ami hát lényegében pontosan ugyanaz, mint a régebb ilyen verziója. Nyilván itt egy kicsit update-elték az egészet, de így nagy vonalakban hát ahhoz hasonlít. És itt ez az egész doboz ahhoz a régi 80-as, 90-es évekbeli kastélyos készletekre utal. Nagyon vártam erre a készletre, úgyhogy ezt mindenféleképpen be akartam szerezni, de hogy mit is rendeltem ehhez, hogy megbírjam ezt szedni? Ja, de várjatok már! Ebben a régióban volt egy másik ajándék is, ugyanebben az időpontban. Egy Aston Martin Valkyrie EMR Pro Speed Champions-os polybag. Nem egy nagy durranás, de ezt is ajándékba adták, úgyhogy én örülök neki. Szóval először is rendeltem egy ilyen kis technik készletet. Igazából ezt csak azért rendeltem, mert még ennyi hiányzott ahhoz, hogy meglegyen ez az ajándék, úgyhogy ezt is beledobtam a kosárba. Ez a 42117-es Race Plane nevezetű kis technik készlet. Nem tudom, hogy be lesz-e mutatva a csatornán, hogyha szeretnétek, akkor a komment szekcióban mindenféleképpen ezt jelezzétek. Na de a fő doboz, ami hát nem lehet már újdonság számotokra, meg már én is bemutattam ezt a készletet, az nem más, mint ez a Medieval Blacksmith LEGO Ideas-os készlet, és most hát felmerülhet bennetek a kérdés, hogy miért rendeltem olyan dolgot, amit már bemutattam egyszer a csatornán, miért nem olyat rendeltem, amit még nem. Mert egy őszintén szólva, jelen pillanatban a LEGO oldalán, hát mivel van olyan szerencsém, hogy hát egész sok LEGO készletet mutatok be hétről hétre, ezért szinte mindent bemutattam már a LEGO oldaláról. Amit nem mutattam be, azt nyilván nem is akarom bemutatni, hiszen azok annyira nem érdekelnek, de még az új hullám nem érkezett meg, úgyhogy azokból még nem tudtam válogatni ebben az esetben. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát beruházok egy ilyen Medieval Blacksmith-re, majd jó lesz egy ilyen későbbi időpontra félretenni, és szerintem majd a későbbiekben ennek is szépen fel fog menni az ára. Úgyhogy lényegében ez egy ilyen kis befektetés, ebből szinte biztos, hogy nem lesz bemutató, hiszen már ugye láttátok, fent a sarokban meg tudjátok nézni, ha még esetleg nem láttátok volna, de tudom, hogy ez annak idején egy eléggé hype-olt készlet volt, úgyhogy így befektetés szempontjából szerintem nem lehet rossz. Szóval ez volt a nagyobb dobozban, de hogy mi van a kisebben, szerintem abban sokkal jobban kíváncsiak vagytok, vagy szerintem arra jobban kíváncsiak vagytok, hiszen ebben a dobozban kettő olyan készlet is van, ami majd 2022. augusztusában fog megjelenni, és hát a LEGO volt olyan jó fej, és már elküldte nekem ezeket a készleteket. Miről is van szó, nézzük is meg egyből. Nem más, mint a két vadonatúj Speed Champions készlet, ami hát egy teljesen nagy meglepetés volt számomra, hogy idén kétszer is kijöttek Speed Champions-os készletek. Először is ugye volt a szokásos 5 vagy 6 darab készlet, amik az év elején mutattak be, és hát itt vagyunk az év közepe tájékán, és itt van kettő vadonatúj Speed Champions autó. Az egyik a 7919-es vagy 12-es Fast and Furious Dodge Charger RT, még a másik egy 76911-es Aston Martin DB5-ös.
Amiknek az az érdekessége, hogy eddig ebben a témakörben, tehát Speed Champions-os termékcsaládban még nem találkoztunk olyan készlettel, ami valamilyen filmet vett volna alapul, és hát ezzel úgy néz ki, megtörte ezt a hegemóniát a LEGO, most már úgy néz ki, ilyen készletek is fognak érkezni, úgyhogy hát lényegében ennyi lett volna ez a kis unboxing, én most egyből is kezdem fölvenni ennek a két készletnek az építés részét, mivel hát eléggé kíváncsi is vagyok rá, meg minél hamarabb ki akarom nektek adni, úgyhogy hát lehet, hogy még a mai nap folyamán ki fog menni az egyik, ami nektek már bőven éjszaka lesz, úgyhogy nem biztos, hogy fogjátok látni, de holnap mindenféleképpen találkoztok az egyikkel, esetleg a komment szekcióban le is írhatnátok, hogy melyiket szeretnétek hamarabb látni, mivel hát szerintem egyszerre fogom mind a kettőt fölvenni, úgyhogy lényegében nekem tök mindegy lesz, úgyhogy hát ennyi lett volna ez a kis extra meglepetés unboxing, ha tetszett, amit láttatok, a lájkokat ne felejtsétek el, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor a feliratkozás gombot mindenféleképpen nyomjátok be, és hát találkozunk ezeknek a bemutatójában. Szevasztok!